jó reggelt kihányok. Ó, most jó szembősüt a nap, mi? 300 méter után fordulj jobbra, majd a második utcán. Itt a 100. videó! Gondoltátok volna, hogy ennyit megér? Hát én se. Ó, szemem, kisül a retinám, he. Szóval, ja, nem gondoltam volna én se, hogy ennyi. Kattyogni ez a fos. Én se gondoltam volna, hogy ennyi mindent. Fordulj jobbra, majd a második utcán fordulj balra. Arra, merre jöttünk, szépen elmegyünk. Nem cserélünk rá itt járatudat járatban, rá itt vasúti hidak alatt, meg mit tudom én. Nincs semmi jubileumi adás, felvétel, marhasság, adás? Hagyjad. Mi ez, tévé? Úgyhogy felejtsük az ilyet el. Itt át 9 óra van, hallod? Meg fölkeltem 6:20-kor, mondom. Á, biztos éjszaka küldenek valami munkát. De nem küldtek semmit, úgyhogy igazából 8-ig simán aludhattam volna. De minden, de folyékonyan beszélek. Igazából így is ki tudtam aludni magam, úgyhogy annyira nem érdekel a dolog. Úgyhogy most elmegyünk felrakodni. Hány helyre kell rakodni? Várj, azt mondja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 helyre, abból az egyik Svájc. Svájcot szanálom a csába. Hála a jó Istennek. A másik hetet meg Nürnbergbe. Hogy lehet ilyen hülye nevet adni egy városnak? Nürnbergbe viszem lerakni egy helyre, hála jó égnek. Úgyhogy onnan meg jövök vissza. Valószínűleg valamikor valamivel. Pénteken. Szoszi! Go haza! Van nekem jobb dolgom is, mint itt kindekkolni. Ja! Tegnap hívtak a Waberers-től. Mondom. Eufej volt a faszi, semmi követelőzgetés, vagy valami, vagy utasítgatás. Mint ahogy sokszor régen volt. Na mindegy. Hogyha úgy van, akkor szívesen várnak vissza. Mondom, én is úgy beszéltem meg a főnökkel annak, hogy ő is mondta, hogy szívesen vár vissza, mondtam, hogy én is szívesen megyek vissza. Na, ugye nektek is többször mondtam, hogy én oda szívesen visszamegyek, ha úgy van, itt nem jön be. Mondta, hogy kérdezte, van-e munkahelyem, el tudtam helyezkedni. Mondom, el tudtam. Mondja, arra a jobbra. El tudtam helyezkedni, és kívántak sok sikert. Hát, nem ide kell is. Kérdezték, hogy jó, meg vagyok elégedve. Hát mondom, ez még kiforja magát. Mennyire vagyok az itteni helyen megelégedve. A baszki mutka est. Most ezt a mocska súki akasztottak. Ott tartottam, hogy áthúzom a gyereket az ablakon, ha bemegyek Böklánba. Délután 3-kor. Ugye mikor összevágtam a videót, ott a cégnél, a Geberitnél, Olaszországba, hogy én 3 órakor eljöttem, mondom, miért csak már tegnap 5 órára értem ide Ausztriába a Geberithez, ide Szentpöltenhez. Hát most, mert az olaszok azt mondták, hogy volt ott egy másik autó is, aki ott rakodott, és ő tegnap már délután 3-kor itt volt. És hogy akkor miért csak 5-re érek ide, meg... Nem megyek gyorsan, mert megint ilyen hülye, ilyen szűk falusi utcákba kell keveregni. Ez a céget ilyen helyre beépíteni, ha valad. Ó, hagyjuk is, jó van. Hogy volt ott egy másik autó, és hogy az akkor miért végzett ilyen hamar, és én miért csak ilyen későn, meg hogy én már 3 órakor eljöttem onnan. Na mi 3 órakor értem oda, hogy jöttem volna 3 órakor megrakva onnan? Fú, nagyon főment bennem az ideg. És akkor tisztán látszik be. Ja, azért tudnak ám hisztizni, hogyha egy 20 percet tovább pihensz, mint amit szabadna. Ha van 9 órásod, akkor az minimum, hogy csak annyit pihenhetsz, többet meg nem próbáljál, mert az maga izé, Armageddon van akkor. Na én meg erre ugye ugrok, mint nem tudom micsoda, mint fogsz a lábtörlőre. Hogy majd én tudom, hogy én mennyire vagyok fáradt, és hogy én nekem mennyi pihenőre van szükségem. Na, itt jobbra fordulunk, babám. Ó, persze, jön a mulicska. Gyere, bástya, menjél el, mert azért ketten már szűkösen férünk itt el. Gyere, jaj, de, ja, ó, bazd meg, meg erre jönné, ó. Most így jó szarú jött ki. Köztesó! Ahova lehúztam, oda fordult volna be a bástya. Miért bástya azok ennyi szám, nem is vicces tudom.
stop tábla. Persze, megálltunk, láttad. Nem ilyen senki biztos nem fókálni, aztán üresen is, üresen is 15 tonna, azt majd újra gyorsítom neked, nem? Lopom én a gázolajat? Nyugi, Robi, nem. Szóval, hogy én délután 3-kor eljöttem onnan. Hát mondom, én délután 3-kor még csak akkor értem oda, de mindegy. És azt érdekes, hogy ja, és akkor erre akartam kívülni, hogy azt már nem látják baszki, hogy én ott 2 órát vártam a cégnél. 1:40 valahány percet ott ácsorogtam a cég előtt. Aztán utána mentem be, és ott volt 50 perc kalapács, és este 17:55-kor jöttem el onnan. Meg utána még elmentem Affig egy ilyen másfél órás vezetésre, és este valamikor 8:30-9 körül álltam meg. Az érdekes, valahogy nem veszik észre baznak, de az, hogy én 20 percet többet merek pihenni, mint 9 óra, vagy valami, azért már rögtön megy a picsogás. Nem, ez így kurván nem fog itt működni, tehát az, hogy egy irodából egy beleugat abba, hogy én nekem hogyan kell közlekednem, meg hogyan vannak az én vezetési, meg pihenési időim, az kurván nem tolerálom. Tarts jobbra. Jó, hogy itt is vagyunk, bófácsban. Ezt a Waberhaus-t egyszer-kétszer már elmagyaráztam, hogy nem papíron kell tudni kamionozni, nem ki kell jönni ide, ezt akkor itt lehet csinálni, meg kell mutatni. Kurva okos valaki, és jobban ért a dologhoz. Papíron én is gyönyörűen ki tudom számolni az időmet, hogy jó, itt meg itt idáig elmegyek, aha. És akkor ember tervez, a német forgalom meg végez. Baszki, de csúszik. Assza, jó istenit. Ja, kapcsolják világítást. Azt mondta a faszi végig is a Waberhaus-t, hogy sok sikert. Kell ide. Így röviden, tömören ez volt a tegnapi dolog, úgyhogy hát meg egész nap autópályán vezettem most. 9:10-ben értem ide a céghez lerakni, már sötét volt, mit vettem volna föl. Autóban is sötét volt, már nincsen beforgatható íze a pótkocsira, hogy lássátok, hogy rakodok le fel, de most sincsen túl sok izgalmas dolog, úgyhogy nem vettem azt a tegnapi napot föl. Meg így, hogy tele voltam adrenalinnal, mondjuk így finoman, felpuszták az agyam. Így nem volt értelme semmit se fővenni. Na mindegy, ez volt így röviden tömören a tegnapi nap dolga. Úgyhogy hát 100. videónak bocs, de most nem készültem semmi extra cuccal. Majd itt még meglátom a mai napon, mint itt tudok még itt rögzíteni, aztán meg kiderül. Na, aki bújt, aki nem, itt vagyok. Egész nap nem történt semmi. Fölaktam 2 cuccot, aztán dőj már el mindig. 2 cuccot, aztán ennyi. Most itt vagyok Pöklárban, a rámpán. Várom, hogy megérkezzen a Mikulás, még 2 raklappa. Nem jött meg a gyűjtős, úgyhogy itt tartunk a rámpán. Azt mondták, maradj a nyugodtan. Jó, most hogy már volt 4 és fél óra kalapácsolásom. Most már nyugodtan fogok aludni. Látszik, hogy itt voltunk, itt vártunk. Most már kész. Este van már 8 óra. Stb. Nem éneklek. Jó, jobb az így mindenkinek. Jobb a békesség. Ha majd reggel 5 óra akkor indulunk, akkor jár le a 9 órás pihenő, úgyhogy ez van. Bocs! Bocs! Mindjárt elcsanázok fürdeni. Elcsanázok. Milyen szóhasználat ez te? Mindegy. Majd jön, akarják, hogy elvigyem, akkor majd bejön. Mondjuk reggel kicsit egyszerűbb napra számítottam, hogy őszinte legyek. Mondjuk a nap végül is nem volt olyan nehéz, csak... Ó, baszki. Ez így elég bonyolult, na. Összességiben. Bocs,
Átöltözök, úgyhogy kamerát kikapcsolom. Ennyi volt a mai nap. Jó rövid, hello, cső! Itt volt a postás póló is velünk. Postás gúnya, bocsánat velünk. Úgyhogy... Ó, a fejem, basszak. Na. Éhes vagyok? Nem tudom eldönteni. Gyújtok gyertyát, hadd legyen kis romantikus fél... romantikus félhomályt akarok, akkor kihúzva hagyom a függönyt, aztán külső lámpák bevilágítanak, úgyhogy mondjuk a fele fejem nem is volt benne a cuccba. Most ez itt fény, vagy por? Ha most por szívóztam? Ja, csak fény törik, jó, ott meg rajta. Na, érted a mondatot. Na, itt átöltöztem közben. Az előbb ugye voltam benne lecsúrt, én azt hittem kész vagyunk. Csak várjuk azt a két raklapot, vagy mit én, vagy lehet, hogy leszedi most azt a két raklapot, már nem igazán értettem. Csak hogy két raklap problémája van. Ennyi biztos elhangzott. Lecsuktam a rámpa ajtót, azt egyből előkerült az a két raklap, vagy megoldódni látszik az a két raklap probléma. De kurva érdekes, nem? Nekem mindegy, most zártam le a napot, már azt hittem el tudok indulni, vagy valami hasznos tevékenységet is végzünk még itt az éjszakában nyúlóan, de hát... Akkor... Ez most elmarad. Ja, mondjuk ezt meg úgy kéne mutogassam, hogy azért annyira ne látszódjanak a dolgok itt az egész napi tevékenység. Nem tudom, hogy a kamera fókuszálta megfelelően. Osztja. Remény nem rakta rá azt a ízét, hogy én rá... Na itt még csak a kalapácson. Jó, mindegy, nem láttátok, mert nem tudom úgy tartani, szóval itt tettem kalapácsra. 16:06-kor. Ezt még nem nyomtatta rá, amikor... Aj! Most lezártam. Ennyi volt a mai nap, nem volt semmi izgalom, semmi felvennivaló. Ez is benne van a fuvarozásban. Hú... És hát nem volt izgalom, videózás szempontjából nem volt izgalom. Az, hogy belém verték az ideget már ezek itt, az eléggé izgalom volt. Na majd lassan lekarmol az ideg a seggemig. Na mindegy. Ez van. Thanks for watching, majd holnap jövök. Valamivel. Reméljük, hogy jó dologgal, mert mondjuk jóval, mert Regensburgba megyek az egyetemre. Ja, de kamionna, bocs. Rakodni. Izo plusz. Istenem. Megoldjuk. Na. Cső.